A többi magyarországi egyházmegyéhez hasonlóan az állami előírások szigorodása és a szakmai testületek ajánlása eredményeképpen a Baranya és Tolna megyét magában foglaló Pécsi egyházmegye területén is új főpásztori rendelkezések léptek életbe. Érkezéskor és áldozás előtt a templomokban kézfertőtlenítőt kell használniuk a híveknek, valamint újra kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk viselése. Ezeken kívül még számos óvintézkedést vezettek be a liturgikus eseményeken. A szent áldozás kézben történhet. Az áldoztató is, nyilvánvalóan a szolgálattevő, amikor végzi a szolgálatot, akkor azt nem maszkban kell, hogy végezed, amikor kiszolgáltatjuk az oltári szentséget, akkor föl kell tenni a maszkot, kézfertőtlenítést kell végezni az áldoztatónak is, és utána megy áldoztatni. A szenteltvíz tartókban nem lehet szenteltvíz, ott akkor mindenki egymás után mártaná be a kezét. A főpásztori rendelkezés tartalmazza azt az ajánlást is, hogy aki felső légúti betegség tüneteit észleli magán, ne menjen templomba és közösségbe. A televízióban vannak szentmise közvetítések, vagy az interneten keresztül a betegeknek érvényes, ha ott nézik a szentmisét, az istentiszteletet. Nem csak a katolikus, hanem a protestáns felekezetek templomaiban is újra bevezették a maszkviselést, de egyelőre mindenhol jelenléti istentiszteleteket tartanak.